a családoknak szellemi családot is föl tudunk ajánlani. Nagyon szépen sikerült, nagyon okos és olvasmányos kötet. Köztársasági elnök, miniszter, államtitkár, jegybank elnök egyaránt újként tudja forgatni. Nagyon reméljük, hogy a gyermekek és hát a iskola igazgatók és tanárok ugyanezt teszik. Hadd folytassam ott, ahol a köztársasági elnök úr beszélét elindította, illetőleg a fonalat végigvitte a meghatározásokkal. Nagyon izgalmas dolog, hogy bennünket magyarokat keletről nyugatnak tartanak, nyugatról keletnek. A nyugati értékrendben a gyarapodás, a gazdagság nem erős. Keleti értéken talán valamivel más, egy hármas értékrend, ahol az egészség, a gazdagság és a bölcsesség egymást kiegészítő értékek. Most milyen szép dolog lenne, hogy bölcsek lennének a fiatal családtagjaink, gyermekeink, unokáink és gyermekeink, és megtakarítanak. Mert ha megtakarítanak, gazdagabbak lesznek, és viszont a gazdagság és a bölcsesség együtt egészen bizonyos, hogy jó tesz a egészség. Minden felmérés, tudományos kutatás ezt mutatja. Azt gondolom tehát, hogy mi magyarok akkor leszünk sikeres nemzet kelet és nyugat között, hogyha használjuk mind a nyugati, mind a keleti értékrendet. Ezért tehát bölcsen takarítsunk meg, sok kicsi sokra megy, mondta idéz van itt bölcsességet és a tankönyvet köztársaság elnök úr, sok kicsi bizony nagyon sokra megy, ez bölcs dolog, nagyon bölcs dolog, még 40%-a a magyar családoknak nem tud megtakarítani. Reméljük ez a helyzet sokat javul a következő években. De például az amerikai 47%-a semmilyen megtakarításra nem tetkezik. A britek 31%-a semmilyen pénzügyi megtakarításra nem tetkezik, további 32%-a 1000 font maximum megtakarításra nem tetkezik. Tehát azt tudjuk mondani, hogy a vezető nyugati országokban a pénzügyi megtakarítás ugyanolyan rosszul áll, mint még Magyarországon, ami azt jelenti, hogy van forgatnivaló a könyveken és a műveleteken. Milyen tisztelt köztársasági elnök úr, elnök asszony, azt gondolom, hogy a tiszalófi táborunk és a tiszalófi gyermekek és tanárok élményei alapján ez egy sikeres könyv lesz, hozzájárul ahhoz, hogy magyarok, tehát bölcsebbek, gazdagabbak és egészségesebbek legyünk. Köszönöm szépen!